Az újbudai közterületfelügyelet megindulása után most a központi épület átadására is sor került. A 21 fős létszámmal induló közterületfelügyelet bázisához futnak majd be a panaszos hívások, vagy a lakók személyesen is tehetnek bejelentéseket. És persze innen indulnak reggelenként munkába a felügyelők. Fodor Vince alpolgármester elmondta, egyszer már volt hasonló kezdeményezés a kerületben, de most valódi megoldást akarnak. Valamikor volt a 11. kerületnek egy önálló közterületfelügyelete, de nem jól működött, és 2006-ban átadták a fővárosnak, és utána a főváros dolgozott a kerület egész területén, de sok-sok probléma volt vele, ezért jutottunk többen arra az ötletre, hogy saját közterületfelügyeletet alapítsunk. Hát mi úgy érezzük, hogy elég nagy kerület vagyunk ahhoz, hogy ezt mi tudjuk finanszírozni, és lehet, hogy más elvek alapján, nem közvetlenül a büntetés, a terror, a retorzió alapján, hanem inkább a meggyőzés és a polgárokkal való együttműködés keretén belül. Az alpolgármester azt is elmondta, a jövőben egy polgárőrcentrumot is szeretnének a közterületesek mellé építeni, így egy helyen összpontosulhatnának az önkormányzati közrendvédelmi szervek. A közterületfelügyelet tehát elvileg már működik, gyakorlatilag azonban a testületi munka megállása miatt hiányzik néhány döntés a hatékony munkához. Az a gond, hogy a képviselőtestület egy részének a döntése alapján nem tudják teljes erővel elkezdeni a munkát, hiszen azok a pénzeszközök, amik a képviselőtestület döntése alapján ide kerülhetnének, azok nem nincsenek meg. A megnyitón azt is megtudtuk, az újbudai közterületfelügyelőknek egy kicsit más lesz a dolguk, mint általában. Ezt jelzi az is, hogy az önkormányzat nem tekint bevételi forrásként a szervezet munkájára. A közterületfelügyeletnek alapvetően nem az a célja. A mi elgondolásaink szerint nem a büntetés, a retorzió, hanem a figyelemfelkeltés, a meggyőzés, és esetlegesen, hogyha tényleg arról van már szó, hogy semmifajta normális együttműködéssel valaki nem hajlandó, akkor természetesen a büntetés. A közterületfelügyelőket pedig kerületőrök is segítik majd, akik a hivatalos intézkedésektől eltekintve figyelmeztethetik a tilosban járókat. A kerületőrök segítik a közterületfelügyelők munkáját azokra az eseményekhez, helyszínekre, ahol nincs szükség hatósági intézkedésre, fellépésre, amiből sokkal több fordul elő, ott elegendő a kerületőr, illetve a polgárőrnek a fellépése.